Ha megversenyeztetnénk a város legtöbb dilemmát okozó kereszteződéseit, akkor egészen biztosan a dobogón végezne a római pincesor, illetve a Martinovics találkozása. Annak is nagy a valószínűsége, hogy a városi közlekedők egy bizonyos része nincs teljesen tisztában eme kereszteződésben való közlekedés szabályaiban. Tehát baleset veszélyes. Pintér Tamás polgármester szerdán délelőtt a helyszínen beszélt a probléma megoldásáról. Az elmúlt években többször volt az megfigyelhető, hogy komolyabb problémákat okozott az itteni közlekedés. Ez amiatt is lehet, mert ide az elmúlt időszakban nagyobb parkolókat is kiépítettünk, illetve egy játszóteret is kialakítottunk itt a víztoronyhoz, illetve a zöld felület is egy olyan lehetőség a másik városrészben lakók számára, ami miatt eljönnek ide, és ezeken az utakon közlekednek. Ahogy nagy megnőtt a forgalom ezeken az utakon, látható volt az, hogy nagyon sok bizonytalan sofőr sajnos gyakran balesetet okoz. A közlekedésben a nagy kérdés mindig, hogy kinek van elsőbbsége. Általában ez viszonylag egyértelmű, főleg lámpa esetén. Az autósok ezt nagy százalékban helyesen el is döntik. Az ideális esettől tér el egy kicsit a római és a pincesor kereszteződése, bár annak a forgalmi szabályozása is egyértelmű természetesen, ám az arra közlekedők biztosan sokszor érzik, hogy vannak autós társaink, akik elég feltűnően bizonytalankodnak, és nem tudják eldönteni az elsőbbség adás sorrendjét. Ez baleset veszélyes. Pintér Tamás polgármester beszélt a probléma megoldásáról is. Azt gondolom, hogy nagyon jó megoldás lehet, hogyha ide ehhez a kereszteződéshez egy körforgót építünk ki. Ennek a munkálatait azért kezdtük el, mert a körzetnek a két képviselője, Barta Endre képviselő úr, illetve Motyovszki Mátyás képviselő úr többször is kérte azt, hogy legyenek itt az itt élők számára is biztonságosabbá téve ezek a kereszteződések, ezek az utak, és éppen ezért ezt a tervezési folyamatot elindítottuk, és egyeztetve a rendvédelmi hatóságokkal együtt elindult egy olyan folyamat, aminek a vége az lesz, hogy egy körforgót fogunk ebbe a kereszteződésbe telepíteni, még ebben az évben. A biztonsággal kapcsolatban Pintér Tamás elmondta még, hogy az új játszótér magasságában a víztoronynál a Bocsányi úton kijelölt gyalogátkelőhelyet alakítanak ki, hogy a gyalogos közlekedés is megnyugtatóbb lehessen, ráadásul arra sokan közlekednek családostól gyerekekkel közösen.